Fayez Sarraj, a Líbiai Nemzeti Egyetértés kormányának miniszterelnöke. Európa Líbiában betöltött szerepéről és országa demokráciához és stabilitáshoz vezető rögös útjáról beszélt nekünk. Épp most érkezett egy európai turnéról, több uniós vezetővel is találkozott, hogy növelje kormánya támogatottságát. Mit mondtak önnek ezek a vezetők? Ígértek valamit? Szerintem a négy európai fővárosban tett túrám sikeresnek nevezhető. Olaszországgal kezdtem. Azért találkoztam ezen országok vezetőivel, hogy elmagyarázzam nekik az igazat arról, hogy mi történik most Tripoliban. Az igazat az agresszióról. A támadó megpróbálta igazolni az offenzíváját, de most már egyértelmű számukra is, hogy mi történt. Elmagyaráztam azt is, milyen következményei lehetnek a támadásnak a terrorizmus, vagy az illegális bevándorlás a humanitárius helyzet tekintetében. Szerintem az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője Federica Mogherini és Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke is egyértelművé tették a közleményükben. Elítélik a Tripoli elleni hadműveletet és azt, amit Khalifa Haftar milíciái tesznek. Katonai támogatást is ígértek? Nem azért utaztunk ezekbe az országokba, hogy fegyvereket, felszerelést kapjunk. Líbia ellen jelenleg fegyverembargó van érvényben, és ez a kormányra is vonatkozik. Egy dolgot mindig is egyértelműen hangsúlyoztunk. Ezt az embargót minden oldalról fenn kell tartani. Ennek viszont pont az ellenkezője történt. Az egyik felet folyamatosan támogatják mindenféle fegyverrel és felszereléssel, éjjel-nap, a szárazföldi és a tengeri határokon keresztül. És ami még rosszabb, ez a támogatás olyan országoktól érkezik, melyeket mi a szövetségeseinknek gondoltunk. Hivatalos közleményeket adtak ki, miközben a repülőgépeik célkeresztjében az ország fővárosa volt. Az ellenfelünk épp azért döntött a politikai helyett a katonai megoldás kikényszerítése mellett, mert a hatalmas katonai támogatás elhitette vele, hogy át tudja venni a hatalmat egy puccs segítségével. A külföldi országok beavatkozásának komoly múltja van az országában. Rosszabbá tették a helyzetet? Egyértelműen. A 2011 óta tartó külföldi beavatkozásnak negatív hatása van. Bonyolultabbá tette a politikai és a biztonsági szituációt is, és elnyújtotta a válságot. Erről nyíltan beszéltünk eddig is. Bízunk benne, hogy felhagynak a beavatkozással, de azt is reméljük, hogy eközben a nemzetközi közösség egyértelműen ki fog állni mellettünk. Azért, hogy visszatérhessünk a stabilitás és a biztonság politikai útjára. És mi a helyzet az Egyesült Államok szerepével? Úgy látszik, Donald Trump elnök változtatott országa álláspontján, telefonon beszélt Khalifa Haftarral. Mennyire fontos ez a hívás a tábornok számára? Mit érhet neki az amerikai támogatás? És ön beszélt az amerikai elnökkel? A mi telefonbeszélgetésünkre nem került sor. Viszont megismertük az Egyesült Államok álláspontját az ország külügyminisztériumának közleményéből. Pompeo úr nevén nevezte a dolgokat. Ellenségünket Haftar milíciájának nevezte. Szerintem mindenki számára egyértelmű, hogy milyen emberi jogi jogsértések zajlanak ma. Gyerekkatonákat toboroznak, nem tartják tiszteletben az elhunytakat, civileket is támadnak. Szerintem ezzel mindenki tisztában van, az Egyesült Államok is. Khalifa Haftar azt állítja, hogy véget tud vetni a káosznak Líbiában, és azt, hogy az önkormányát a nyugatnak nem tetsző milíciák és szervezetek támogatják. Erre mit mond? Beszélhetünk a Nemzeti Egyetértés kormányának eredményeiről. Mi mindig is a béke előmozdítói voltunk, és most is azok vagyunk.
Úgy gondoljuk, hogy Líbia problémáit politikai és nem katonai úton kell megoldani. Egyértelműen így látjuk, és a legtöbb külföldi hatalom egyetért velünk ebben. Vajon úgy lehet stabilitást elérni Líbiában, hogy gránátokkal árasztjuk el a lakóövezeteket? Hogy kórházakat veszünk célba? Vagy hogy gyerekkatonákat toborzunk, és elüldözünk a lakóhelyéről 100 000 embert? Ezen lépések bármelyike elvezethet a stabilitáshoz. Szerintem a stabilitáshoz vezető helyes út tisztán látszik. Mi egyeztetéseket folytatunk az összes külső és belső érdekelt féllel, azért, hogy Líbia stabilabb legyen, és a választásokon a líbiai emberek dönthessenek arról, hogy kik vezetik az országot. Biztonsági megállapodásokat kötöttünk meg, és feltartóztattuk a fegyveres csoportokat. Ami pedig a kőolajat illeti. Amikor hatalomra kerültünk Tripoliban, 150 000 hordónyit exportáltunk. Most közelítünk a 1,5 millió hordóhoz. Ezekre az eredményekre büszkék vagyunk, és ezek az eredmények a bizonyítékai, hogy jó úton járunk. Miközben beszélünk, százak, talán ezrek harcolnak a fronton. Meddig bírják ezt így? És milyen békét tud elképzelni Líbiának? Khalifa Haftar megpróbálta elhitetni, hogy van egy szervezett hadserege. De most már egyértelmű, hogy nem ez a helyzet. Ezek bűnöző csoportok. Ideológiai szerveződések, törvényen kívüliek és gazemberek. És ő arról próbálta meggyőzni őket, valamint a nemzetközi közvéleményt is, hogy ez egy professzionális hadsereg. Megvédjük a fővárosunkat, megvédjük az összes líbiai közös álmát egy civilizált állam létrehozásáról. Ez az első számú célunk most. És eközben továbbra is azt gondoljuk, hogy a megoldás nem katonai. Megpróbálta elfoglalni a fővárosunkat. Azt mondta, hogy ez 48-72 óra alatt sikerülni fog neki. De már több mint 50 napja harcol, és ennek egyre jobban látszanak a hatásai. 100 000 belső menekült, halottak, rokkantak. Ha a támadó vállalja ezért a felelősséget és leállítja a hadműveletet, akkor újra tárgyalhatunk a politikai megoldásról, megegyezhetünk a részletekről. Köszönjük, miniszterelnök úr, hogy nyilatkozott az Euronews-nak. Thank you.